Kellemes nyári estét kívánok a Regina TV minden kedves nézőinek. Két helyszínen is járt a Regina TV stábja. Az egyik a Hangvilla, ahol Vándorfi László, a teátrum igazgatója nem csak értékelte az elmúlt esztendőt, hanem arról is beszélt, hogy kik azok, akik megérdemlik a különféle jutalmakat, hogy kik, ez fog kiderülni rövidesen a tudósításunkból. Tisztelettel köszöntöm a sajtó képviselőit és a társulat tagjait, akik az évadzáró társulati ülésen jelentek meg, amiatt önmagában elég érdekes kategória, mint minden évben elmondjuk, mert se nem záródik az évad, se nem az évad végén vagyunk. Már elkezdünk a holnapi napon egy olyan produkciót, ami a következő évadban lesz. Tehát elég érdekes ez a dolog, de hát a szabályok szerint megpróbáljuk az évadot értékelni. A számok, amik mutatkoznak, azok általában sokkal könnyebb, ha egy naptári évre határozzuk meg, hiszen most önöknek csak viszony számokat fogok tudni mondani, hogy mit teljesítettünk, hiszen a színházi évad július 31-ig tart, és augusztus 1-től kezdődik a következő. Tehát július 31-ig még számtalan előadásunk van, amiből maradhat el, jöhet még be, és hogy hány néző lesz, azt meg a jó Isten tudja csak. De hát azért próbálunk egy viszony számot mondani. De ne a számokkal kezdjük. Az elmúlt évad, elmúlóban levő évad 5 nagyszínházi premiért hozott, amelyet játszottunk természetesen felnőtt és ifjúsági bérletben is. A Tócsvai László, Müller Péter Sziámi által jegyzett Mária evangéliuma volt az első olyan produkció, amiben nagyobb kiszerelésben egy egész együttes volt vendég. A Varidance produkció, a Dunaújvárosi Színház, Táncszínháza, Bartók Táncszínháza alkotta ezt a 10 fős csapatot. Én úgy gondolom, hogy amerre mentünk, itt részben helyben is nagyon-nagyon nagy sikert aratott, és folytatta azt a vonalat, amit kezdetek óta képvisel a színházunk, azt a szakrális színházi, szakrális tematikájú színházi vonalat, ami mutatja, hogy a mi kulturális gyökereink Európa közepén, legalábbis földrajzilag Európa közepén lévén és élvén megkerülhetetlenek. Nagyon, nagyon szépen teljesített benne mindenki, és alázattal a mi társulatunk tagjai, hiszen főbb szerepeket, az igazi főszerepet azt vendégek alakították, a címszerepet, mi hárman is, nagyon szépen és nagyon emberien, de nem működhetett volna a produkció anélkül, hogyha nincsen ott a Pannonhalmi Színház minden tekintetben megbízható csapata. Azt is hozzátenném, hogy énekben nem csak a címszereplő nehéz szerep, hanem az összes többi is. Rengeteg szólamot kellett énekelni, és amellett, ahogy mi szoktuk, megnehezítettük kollégáink sorsát azzal, hogy közben mozogni is kellett rendesen, és különböző fizikai számokat bemutatni. Gratulálunk hozzá. A második bemutató talán a szívemhez legközelebb álló előadás az elmúlt szezonban. Ez a Bunker rajzogó című ős bemutató, amely Géczi János és Likó Marcell hasonló című regénye vagy könyve alapján íródott színpadra. Ebben a színpadi változatban részt vett két fiatal kollega, Molnár Ervin és Lencsés Márton is. Jó magam is megszenvedtem azzal a nehézséggel, különlegességgel és azzal a felelősséggel, amit ez a nagyon, nagyon extrémnek választott dramaturgia igényelt, hiszen főszereplünk három alakban volt folyamatosan jelen a színpadon, ez okozhatott esetleg némi nehézséget a befogadás tekintetében, de végül is úgy gondolom, hogy nem okozott. Valamennyi előadásán, valamennyi veszprémi, illetve vendégként Gödöllőn, Szegeden legutóbb nagyon nagy sikerrel és nagyon nagy sikerrel háromszor a Táliában bizonyította azt, hogy született valami, ami nem csak egy új érdekes darab,
hanem a mi színházi arcunkat is újrafogalmazta. És hozzá szeretném tenni, hogy, ez az arc, aminek bizonyos részei már jelentkeztek az előző években, és ez egyre markánsabb lesz, és nem fogjuk annyiban hagyni. Hogy mi ez az arc? Elsősorban az, hogy kortárs, tehát mai témákkal, mai szerzőkkel, élő szerzőkkel, nem biztos, hogy feltétlenül sokat járt színházi utakon, mindenképpen ragaszkodva az összművészeti elnevezésünkhez, amiben nagyon fontos a színházi, prózai színházi elemek mellett a táncművészeti elemek, bizonyos képzőművészeti elemek, egyáltalán a szokásosnál erőteljesebb színészi kreativitás és közreműködői kreativitás. Ez egy nagyon-nagyon jelentős út. A következő produkciónk a Rejtő Jenő kabaré tréfáira épült Színház az egész című játék. Ez is egy hagyomány, a két világháború közötti humor, orfeumi kabarébéli műfajiság megjelenítése mai körülmények között, ez sem a gyengéink közé tartozik. Én úgy gondolom, hogy az előadás maximálisan teljesítette és teljesíti, folyamatban vagyunk még vele, hiszen jövőre is játsszuk a feladatát. Szórakoztatni sokféleképpen lehet, és itt egy kicsit visszatekinteni, vagy visszautalnék az előző színházi járt vagy járatlan útjainkra. Mi már nagyon-nagyon régen, szinte kezdetektől használunk a szórakoztató műfajban olyan megoldásokat, amelyek, ha nem lettek volna, akkor a bunkerrajzolót vagy az Equus-t az egy évvel nem biztos, hogy feltétlenül könnyen értette volna meg a néző. A terek, az idők furcsa viszonylagosságát és relativitását, a nem illusztratív díszlet téridő használatot említeném ezek között. Ezt kipróbáltuk mesejátéktól kezdve, a Hotel Mentolon, a Made in Hungarian, és még a Zorán dalaira készült Boldog időn, az Omega égi vándor produkcióban. Tehát edzésben van a néző, és egy idő után természetessé vesz bizonyos fajta színházi megoldásokat, és amikor igazi nehéz helyzet elé kerül, egy nehéz tematika, vagy még nehezebb dramaturgia elé, akkor érti, hogy merre haladunk. Tehát a kabari orfeum elemek használata pedig abban az irányban hat, és ezt is ki fogjuk majd használni. Az abszurd, a magyar abszurd, ami a 20-as, 30-as években született meg, Rejtő Jenő, Karinthy Frigyes és szinte az egész nyugatos, több generációs nyugatos nemzedék által, az bizony kulturális érték, közép-európai érték, és gratulálok a benne résztvevőknek. A következő a Szabinnők elrablása. Ez azért is volt nagyon fontos, mert újabb lehetőséget adott a Szelle Dávid kollégáknak, hogy rendezői képességeit bizonyítsa, és még egy picit nehezebb helyzet elé álljon, mint az előző évben. Itt zömében prózai művel állunk szemben, ami igazából illusztratív zenei megoldások, tehát nem egy zenés, alapvetően nem egy zenés mű, egy prózai mű, amihez későbbiekben írtak néhány számot. Én úgy gondolom, hogy rendkívül stílusosan, rendkívül ízlésesen és színházi pormentesen sikerült ezt a játékot színpadra vinni. Itt is kiemelném, hogy nagyon-nagyon jó belső kreatív munka folyt a színészi csapaton belül. És már az utolsó darabnál vagyok, és hogyha nehéz a kedvenceimet rangsorolni, hiszen a bunkerrajzolót már megneveztem, talán azért áll mégiscsak közelebb, mert ön édes gyermek, de egyáltalán nem mustoha gyermek a Pál utcai fiúk, amikre nagyon büszkék vagyunk. Ne érezzétek rátartiságnak, de
úgy gondolom, hogy annak, annak komoly értéke van, hogy a budapesti novemberi bemutató után 5 hónappal Veszprémben először is, ott is a Pannonhalmi Színházban kerülhetett sor a bemutatóra. És az sem titok, hogy ez a lobby erő, ez elsősorban Dés Lászlótól származik, akinek eddig valamennyi darabját színre vittük, és nyugodtan lehet mondani, hogy nagyon nagy sikerrel. Játsszuk néhányat, kettőt még ma is, a Dzsungelkönyvét és a Sose halunk meget. A Sose halunk meg egyedül Veszprémben lett siker, színházi siker, és nyert el azt a formát, amit a szerzők szerettek volna. A Dzsungelkönyve 11 év óta bizonyítja színpadra termettségét. A Valahol Európában pedig 2-szer is megcsináltuk, és csak azért nem csináljuk meg harmadszor, mert a gyerekek ebben a korban még jobban öregszenek, mint néhány évvel ezelőtt. A Pálutcai fiúk értéke nem csak az, hogy milyen körülmények között, hogy új magyar darab, újra egy új mű, ami nem a magyar musical irodalmat, hanem a magyar színpadi irodalmat gazdagította olyan típusú zenékkel, amik nem a Broadway musical irányába mutatnak, hanem a dramatikus játék hagyományos eszközei, hagyományos helyein szólalnak meg ezek a darabok, tulajdonképpen a jelenetek folytatásaként. Emelnek újfajta hangzásokkal, mai hangzásokkal, és véleményem szerint kiváló dalszövegekkel. Óriási munka volt, mint az egész évad, ez is kicsit ilyen hímsoviniszta arculatot mutatott, ez egyetlen egy női szerep sincs benne, még Nemecsek mamáját is kiírták a szerzők belőle, de ez csak férfiak küzdenek a színpadon, ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy erő. Óriási nagy erő. És olyan dologról szól, ami csupa hiány tartalomról szól. A hazaszeretetről, amit tanítanak, hogy szeressük a hazánkat, és igazából senki mindegy, hogy oké, rendben van, de tulajdonképpen mit is kell konkrétan szeretni? Ez a darab világosan megmondja, hogy mi is konkrétan a haza. A grund a haza, az, amihez közünk van, az, ahol élünk, és nem kell annak nagynak, szépnek és dicsőnek lenni, hanem a miénknek kell lenni, közös értéknek, amihez érzelmi viszonyunk van, ez a haza. És azon kívül egymáshoz, mert az is a haza része, egyéni hazaszeretők, tehát szubjektív hazaszeretők azok nincsenek, csoportos hazaszeretők vannak. És amellett pedig még a hazaszeretet fogalmához az is hozzátartozik, hogy állandó küzdelemben van. De a küzdelem, ami megint nem túlságosan divatos, ebben a műben szinte szakrális értelemben mutattatik fel, hogy fair play. A tiszta, óriási küzdelem, de szabályok szerint és a másik értékét elismerve, és a győztes előtt főhajtással köszönve, ezt hívják férfias küzdelemnek, és ez hiába vagyunk a 21. század digitális korában, ez akkor sem lehet kidobni az ablakon, ez akkor is követelmény, és jó lenne, hogyha a színháziba gyakran járókon kívül mondjuk egy egész társadalom felfigyelne erre az ösztönzésre. Úgyhogy nagyon fontos. Azt is el kell mondjam, hogy a Bunker rajzoló fölépített egy új színházi közönség bázist. Ez egészen világosan látszik részben Veszprémben is, és nagyon világosan látszik Budapesten, ahol olyan emberek kerültek a Thália színházba, akik életükben nem jártak a Thaliába. Nem oda járnak bizonyára koncertekre, más színházba, de a Thaliába nem jártak. És egyáltalán nem rendszeres színházfogyasztók, ez látszott a tömegek között, látszott a beszélgetésekből, látszott a reakciókból. És nagyon-nagyon jó visszhangokkal teli mind a két előadás, természetesen műsoron marad. Tudomásunk szerint valamennyi idei bemutató, de ne feledkezzünk meg a néhány napja vagy hete bemutatott Emil és a detektívek című játékról, amiben
visszatértünk egy kicsit régebb óta, régebben használt művészeti elemhez, a gyerekek színpadi alkalmazásához. És hát nagyon-nagyon szép és kockázatos feladat is, olyan csupa kis mazsolával dolgozni, akik még nem jártak. Nem tudják, mi az, hogy színpad, nem tudják, mi mik a szabályok. És hát igazi közös munka volt mindenki részéről, a legelismerőbben tudnék nyilatkozni, akik rendezték, akik gardírozták, akik játszottak a gyerekekkel, és egy nagyon, nagyon erős, nagyon szép előadás született belőle, és egy újabb nemzedék nő majd fel, remélhetőleg itt a színház falain belül, és fejlődnek ki belőle tehetségek. Azt is hozzátenném, hogy jó érzés. A Pannonhalmi Színházban szocializálódott fiatalok közül többen kerültek művészeti főiskolára. Évekkel ezelőtt Móroc Adrián, aki az egyik legnagyobb tehetség volt a Pannonhalmi Színház indulásakor, és ma is az. Tavaly Staub Vikit vették fel a Színház és Filmművészeti Egyetemre, és most is van esélyes a velünk dolgozók közül. Még nevet nem mondok, mert nem akarom elkiabálni a szerencséjét. Tehát ebben az irányban is, és de többen érdekeltek, mégis többen versenyben vannak még azért, hogy valamilyen felsőoktatási művészeti képzés részei lehessenek. Ez is jó érzés, mert a mi szakmai vállalásaink között a tehetségnevelés legalább annyira fontos, mint egy-egy jó előadás létrehozása. A jövő évad ismert, arról csak annyit szeretnék mondani, hogy véleményem szerint még széjjelebb húzza a műfajiság határait. Sokféle műfajban sokféle érdekességet tudunk majd csinálni. Az elmúlt években meg lehetett szokni az, hogy az első 1-2-3 helyen, amiről említés kerül a sajtótájékoztatón, hogy ki a közönség legnagyobb kedvence a Pannonhalmi Színháznál. Itt ugyanazok a nevek cserélgetik egymást, szinte már mindegy is, hogy melyikőtökhöz kerül, nem? Vagy azért mégiscsak más egy év végén azt érezni, hogy igen, téged kedvelt a legjobban a közönség. Itt az első 2-3 hely azért általában mindenképpen egy nagyon erős támogatottságot jelent a nézők irányából, úgyhogy mindegy így jól esik az embernek, de hát természetesen azért ez nagyon-nagyon szívet melengető érzés, amikor az ember átveheti az első díjat, és itt szeretném is megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem minden kedves nézőnek azt a hosszú-hosszú évek óta tartó szeretetet, amit kapok tőlük, és ez egy nagyon-nagyon jó érzés, ez mindig örömmel tölt el, hogy így itthon érezhetem magam, és hogy ennyire szeretnek a nézők. Mi lehet egyébként az a dolog, ami miatt a te színészi munkádat ennyire kedveli a közönség? Te hogy érzed? Érzed rajtuk, érzed a visszajelzésekből azt is, hogy igen, mi az, amiben nekem erősödnöm, javulnom kell, amit bátrabban föl kell vállalnom? Én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon hálás szerepköröm van, amit itt is még szeretném megköszönni, főleg Vándorfi Lászlónak, a színházigazgatójának, aki meglátta bennem ezt a dolgot, hogy ugye én általában táncos, komikus szerepkörben vagyok látható, és szerintem a nézőknek az nagyon-nagyon sokat számít, hogyha valaki örömöt tud adni, vagy vidámságot, vagy szórakoztatni, nevettetni tud. Úgy érzem, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Én nagyon szeretek is nevettetni, szórakoztatni, és ez így nagyon megtalált engem itt ez a szerepkör, amire nagyon büszke vagyok. Hogy miben kéne erősödnem, nem tudom, inkább kíváncsiságom van afelé, hogy egy kicsit, tehát hogy ez mindenképpen megmaradjon, ez a dolog, de egyszer-egyszer alkalomattán kipróbálnám magam, hogy mondjuk mit szólnának hozzá a nézők, hogyha egy komolyabb hangvételű szerepbe láthatnának engem. Fárasztó volt az évad? Sok munkával, tehát igen. Azt tudom mondani, hogy jó volt most, hogy a végére értünk és fújhattunk egyet, de hát délután, illetve a holnapi nap folyamán már el is kezdődnek a Mágnás Miskának a próbái, úgyhogy úgy érzem, hogy ez a rövid, de velős szünet alatt felszívtam magam arra, hogy újra nekilássunk egy remélhetőleg nagyon jó hangulatú próbaidőszaknak, aminek meg lesz a gyümölcse, és sok szeretettel várunk mindenkit az új bemutatón is. Nyáron is akkor gondolom az a közönség, aki ennyire kedvel téged, majd sok helyen viszont láthat. Így van, sok előadásunk lesz nyáron a Balatonparton, és az ország több pontján is láthatóak leszünk.
tényleg klasszikus előadásokkal, mint a Dzsungelkönyve, ami már 11 éve megy, de bemutatásra kerül, nyáron lesz elő bemutatója a Mágnás Miskának is. És hát, sok olyan darab, amit szerethetnek, vagy ismerhetnek tőlünk a nézők, vagy aki még nem látta, azt a sok szeretettel várjuk a nyári előadásainkra is. Melyik szerepet szereted a legjobban játszani, melyikbe lubickolsz leginkább, ha esetleg valaki abban nem látott téged, akkor esetleg keressen abban. Van kedvenced? Húha, hát ez az, az igazság, hogy ez igazából mindig a legújabb, tehát ami úgy hirtelen közel áll a szívemhez, de például ugye a tavalyi évadban ott volt, és nagyon-nagyon sokat játszottuk az Egy Bolond Század csinált. Idén ott volt a Szabinők elrablása, amiben a színházigazgató szerepét játszhattam el, de nagyon-nagyon szerettem, a szívemhez nőtt a Kolnai szerepe is a Pál utcai fiúkba. És ez egy nagyon-nagyon jó dolog. A Bunker rajzolóban is ugye a Czöcke figurát, tehát ott is egy kicsit ezt a könnyedebb vonalat viszem. Viszont nagyon-nagyon jó volt, hogy kaptam egy olyan bizalmat az igazgató úrtól, hogy tényleg részt vehettem, egy nagyon jó közös munka volt a színpadra alkalmazásban, a Bunker rajzoló színpadra alkalmazásában, és az egy komolyabb háttérmunka folyamat volt, amiből kivehettem a részemet, és nagyon-nagyon élveztem, úgyhogy ezt is szeretném megköszönni. Bocsánat, de még egy irányból megpróbálom ezt a kérdést megközelíteni. Azért a Pannonvár Színház nem engedheti meg magának, hogy ne változtassa állandóan a repertoárját. Itt mindig megújulásról van szó, mindig kísérletezésről van szó. Csak néhány darabnak van lehetőség arra, hogy akár 5-10 évadon keresztül is műsoron legyen, elő-elő bukkanjon újra. Van olyan szerep, amit nagyon gyászolni fogsz, amit nagyon sajnálni fogsz, és még jelenleg nézhető? Biztos, igazából nekem mindegyik egy kis halál, amikor azt mondják, hogy na ezt most akkor ebből ez volt az utolsó. Főleg ugye minél tovább játsszuk, annál inkább az ember életének részévé válik az az adott karakter, ahogy kialakult, és azért előadásról előadásra kerül hozzá még valami, legalábbis nekem lelkileg plusz. Hát ha most valamit így nagyon-nagyon ki kellene emelni, az idei évadból. Igazából mindegyiket nagyon szeretem. Tényleg a Szabinnők elrablása is ilyen, a Rejtőjenőben ott az a sok kis karakter. Ami tényleg most egy ilyen hát nem tudok dönteni. Vagy a Kolnai, vagy a Czöcke, mindegyiket tudnám említeni tényleg. Tehát a mostani évad repertoárjából mindegyik nagyon közel áll a szívemhez. Mindegyiket másért szeretem, de nagyon szeretem őket. Azt hiszem, ez egy nagyon fontos dolog, hogy támogatóként és díjazóként ennyi év óta jelen tud lenni. Hogyan emlékszik vissza ezekre az évekre? Miket lát ezeken az évadzáró társulati üléseken? Én az előző társulatot ismertem meg, abban is egy-két, aztán később az összes színész barátom lett, de az Egyed Brigitta volt az, aki felkeltette érdeklődésemet. Ha még jól emlékszem a darab címére is, hogy imádok félhez menni, vagy, de nagyon rég volt, és úgy gondoltam hazafele jövet, hogy valamit adni kéne ennek a színésznőnek, egy kristályvázát, és ráírva, hogy Bakonyi órás, vagy ezt a... És aztán gondolkodtam, és hát szóltam a művészeti titkárnőnek, hogy van egy ilyen ötletem, mit szólna, vesse fel a Vándorfi úrnak, és hát így is lett. És egy a Laci rából intott, és onnantól fogva, akkor még mind órás, tehát órás, órákat árultam, és akkor minden évben egy női és egy férfi órát becsomagolva, a nőknek egy sokor virágot, stb. És akkor az így ment éveken keresztül. Szereti maga kiválasztani, hogy kinek ajándíjat, vagy rábízza inkább a közönségre, vagy a társulatra, vagy a társulat vezetésére? Mi vált be eddig? Az utóbbi, mert mindig lennünk a Lacival egy ilyen társulati ülés előtt, és megbeszéljük, hogy te kire gondoltál, én arra gondoltam, ő szakmailag, én szimpátia alapján. És akkor valahol mindig találkozik az elképzelésünk a Lacival. Hát a közönség, az a közönség, neki azt tetszik, nekem ezt tetszik, tehát nem egyformák. Azért a díj megalapítása óta, vagy a díjazás bevezetése óta, Egyed Brigitta óta azért eléggé sok hasonló tehetséges színész figura jelent itt meg. Ön is így látja, vannak azóta új kedvencek? Igen, nagyon, mikor tudomásra jutott, hogy az a társaság, az felrobbant, az elhasználódott, elnézést, hogy ilyen csúnya szabad használtam, és hogy jön egy új társaság.
És egy kicsit olyan, ó, most akkor mi lesz ebből, hogy lesz ebből, mi lesz. És most már mindenki a barátom. Mindenki a barátom, szerbusz, szevasz, szevasztok. És itt az a legutolsó, a Pál utcai fiúkban is olyanokat. Na mondom, ez miket tud, ez az nem igaz. És másnap megyek elgondolkodva az utcán, és jön velem szembe a Nemesek Ernő. Mármint a színész. Mondom, szevasz, hát tehát mondom, hogy ilyen voltál. És, ó, köszönöm szépen, de hát így, hát, ő nagyon szerény, úgyhogy de nagyon jó volt. Hirdetem is őket büszkén. Ahol dolgozom, ott két-három plakát mindig ki van téve, hogy csak így tovább. Igazgató, ugyan az évad összesítését már hallhattuk, tudhatjuk, hogy mennyire elégedett a társulattal, és mennyire magasabb szintű szakmai munkát sikerült lehetővé tenni az idei évben, de ilyen még nem történt. A társulat önállósította magát, megkerülve igazgatóját, díjátvételére szólítottam. Mondjam már nekünk néhány gondolatot erről a pillanatról. Hát megható és váratlan volt. Valóban így van, hogy nekem ilyen hagyományos értelemben nincsen főnököm, tehát az én munkámat megköszönni az nagyon nehéz. És ez rendkívüli hatást váltott ki bennem, hogy azok, akikkel együtt dolgozom, és hát nyilván nehéz pillanatokat is megélünk egy évad folyamán, hogy úgy gondolták, hogy engem egy díjjal jutalmaznak, az Éljen a Grund elnevezetű díjjal. Hát igyekszem megfelelni az elismerésnek. Így is jöttünk létre, és az elmúlt 16 évben ez egyre szorosabbá vált. Én úgy gondolom, hogy az egymásra figyelés, az egymás kisegítése. Egy jó csapat munkánál valamennyi játékos a szeme sarkából figyeli, hogy a többivel mi történik, és ha teheti, ha kell, akkor közbelép. Itt az is elhangzott a sajtótájékoztatón, hogy bátran fog a továbbiakban is kockázatokat vállalni. Mik is ezek a tervek egyébként? Mik ezek a kockázatok? Mi ez a vállalás? Hát bemutatunk olyan darabokat, amiket mondjuk, ha egy biztonsági kürt akarunk futni, akkor nem tesszük. Tehát amik szélsőségesebb reakciókat válthatnak ki, vagy nehezebb, nagyobb elmélyülést, a néző jobban rá lesz utalva arra, hogy nagy utakat járjon meg érzelmileg, tehát nagyon megérinti. Nem fogunk senkit ijeszgetni, a mi célunk az mindig a humánus gondolkodás és az élet igenlése, tehát az öröm irányába megy, még akkor is az öröm irányába megy, hogyha nagyon szomorú dolgokat tárunk fel, mondjuk jövőre bűn és bűnhődésben. De fontos az irónia, fontos az őszinteség. Ahol őszinteség van, az senkinek se fáj. Lehet, hogy egy pillanatig váratlan, de az őszinteség mindig jó leső, és az emberi gesztusa, az őszinteség emberi gesztusa az érezhető, azt nem lehet hazudni. Országos pontszerző versenynek adott otthont a Veszprémi Vetési Albert Gimnázium. Ilyenkor a tanév végén már nem tanulmányi versenyekről van szó, hanem az ország legkiválóbb rock and roll táncosai mutatkoztak be a zsűri előtt. Erről fognak rövidesen hallani egy kis interjút, nem mással, mint Putics Bondor Virággal, a Veszprémi Kid Rock ESE vezetőedzőjével. Kérem, tartsanak velünk a következő percekben. Thank you.
Virág, azt gondolom, hogy ahol most beszélgetünk, az egy nagyon sikeres helyszín nektek, mert nagyon szép és komoly eredményeket értetek el. Idén meg talán még az eddigieket is lepipáltátok. Köszönöm szépen az elismerő szavakat. Ez a Vetési Albert Gimnázium sportcsarnoka egy nagyon fontos helyszín számunkra. 11 éve tartja itt az egyesület a rendezvényeit, illetve hát személyes kötődésem is van, hiszen ide jártam középiskolába, ezért nagyon szeretem és ismerem ezt a helyszínt. Valószínűleg ezért is ilyen kultikus, és ezért hoz szerencsét a mai napig nekünk, úgyhogy természetesen az országos pontszerző versenyünket itt rendeztük ebben a tornacsarnokban ismét. A mostani pontszerzőre kik jöttek el? A mostani pontszerző versenyen az utánpótláskorú párosaink, tehát a serdülő és children párosok vettek részt, tehát ez körülbelül 14 éves korig nevezhető valaki is serdülőpárosnak, illetve a felnőtt és junior formációk, tehát a nagy lányok versenyeztek itt a legsikeresebb formáció címért. Az előző percekben arról beszéltél, hogy kik jöttek el tőletek, de hát azért ugye ez egy országos verseny, itt mások is voltak. Igen, az ország minden pontjáról érkeztek táncosok, Gyöngyösről, Budapestről, az ország keleti és nyugati régióból egyaránt, Szombathelyről, Pécsről, rengeteg versenyzőnek adott otthont ez a rendezvény, mivel ez egy országos megmérettetés, az ország ugye minden pontjáról érkeznek, tehát keleti régióból, nyugati régióból és a budapesti régióból is a 4 legjobb formáció érkezik, és a 10 legjobb páros. Miért ilyen fontos ez a táncosoknak, ez a Vetési Albert gimnáziumi verseny? Azért nagyon fontos nekik, mert itt mégis hazai pályán mutathatják meg, hogy mit tudnak. Tehát ez egyfajta önbizalmat ad nekik, hiszen rengetegszer jártak már ebben a sportcsarnokban, rengeteg élmény köti ide őket. A mi táncosaink, tehát itt kezdték el a versenyzést, itt voltak először fellépni, itt volt az első versenyük, tehát érzelmileg kötődnek a helyszínhez, és ezért is sokkal magabiztosabban ki tudnak állni, mert azt gondolom, hogy el tud a táncos és a gyermek vonatkoztatni attól, hogy tényleg egy milyen téthelyzetben van, milyen egy hatalmas megméretetésen vesz részt, és elvonatkoztat tőle, és kicsit úgy érzi, mintha mondjuk egy házi rendezvényen lenne egy kis házigálán, és ezért sokkal felszabadultabban tudnak táncolni, és jobban tudnak teljesíteni. Én megértelek téged, hogy a szíved hazahúz, és mindig a sajátjaidról beszélsz, de beszéljünk arról is, hogy a többieknek miért ilyen fontos. Tehát aki mondjuk eljön az ország túlsó keleti részéből, miért tartja fontosnak, hogy Veszprémben itt legyen? Nyilván az országos versenyek mindenki számára fontos megmérettetések, tehát nem csak a mieinknek, azért fontos, hiszen az országos ranglistáról, a ranglista ugye az országos versenyek alapján áll össze, az országos versenyek alapján kvalifikálják a táncosok magukat a külföldi megmérettetésekre, például szeptemberben Budapesten a lányformációk számára világbajnokság lesz, a párosok számára pedig világkupa. Itt szeretném megjegyezni ismét egy kicsit büszkén, hogy a felnőtt nemzetközi nagyformációnk, a Baby Dolls csapata kvalifikálta magát a teljesítmény alapján a budapesti világbajnokságra, illetve gőzerővel készülünk, hiszen a párosok számára említettem, hogy világkupa, 4 párosunk kvalifikálta magát, 2 serdülő, egy junior páros és egy B-kategóriás páros is, ami az egyik legmagasabb kategória ma Magyarországon. Amikor legutóbb itt beszélgettünk, akkor éppen egy másik verseny előtt voltatok, és ott is szép siker született, mentetek külföldre. Most is lesz külföldi szereplés, úgy tudom. Igen, idén még sok megmérettetés vár ránk. Indulunk Zágrábba, a B-kategóriás párosunkkal egy világkupára, illetve július 9-én junior párosunk Riminiben fogja képviselni egyesületünket, hazánkat és párosunkat. Egyébként túl az, hogy ez szép siker, érzelte valamiféle támogatást, vagy elismerést mondjuk a megyétől, a várostól, bárkitől, hogy azért mégiscsak a veszprémi közösséget népszerűsítitek? Igen, nagyon sok támogatást kapunk, hál' Istennek a Veszprémi önkormányzat, illetve a Balaton-Almádi önkormányzat is támogat minket. Gyerekeink nem csak veszprémiek, hanem Almádiban élő lakótáncosaink is vannak, és hát a Pannonia Kulturális Központ otthont ad gyakran az edzéseinknek, illetve fellépési lehetőségeinknek, úgyhogy onnan is rengeteg támogatást és segítséget kapunk, amit ezúton is nagyon szeretnénk megköszönni. Azt hallottam másoktól, hogy könnyű neked, mert nagyon sok gyermek jár hozzátok, és hát abból könnyű kiválasztani a jókat. Tényleg így van ez? Vagy más a módszer nálatok, és azért vagytok sikeresek? Hát ez azért nem igazán így van, és nem így történik, hiszen azok a gyerekek, akikkel most a sikereket elérjük, ők akkor kezdtek táncolni, amikor még nem volt nálunk válogatási lehetőség, amikor még kevés volt a gyerek, és amikor kezdő voltam. Tehát azok a gyerekek, akiket most a színpadon láthatunk, és külföldi versenyekre viszünk, ott nem volt válogatási lehetőség, tehát
ők nem egy válogatott csapat, hanem ők úgy lettek felfejlesztve azokból a gyerekekből, akik voltak és maradtak. Most már van válogatási lehetőségünk, de úgy gondolom, hogy pont ennek a mentalitásnak nyomán, hogy így most tudunk sikeresek lenni egy nem válogatott társasággal. Én azt gondolom, hogy azért az edző múlik, hogy kiből milyen táncos lesz, illetve a szorgalom és a szülői hozzáállás az sokkal többet nyom alatba, és fontosabb, mint a tehetség, ami gyakran elkallódik. Úgyhogy még mindig követjük ezt a mentalitást, és próbálunk nyilván válogatni, jobb és ügyesebb gyerekeket összetenni, de megmondom őszintén, hogy inkább nem csak a tehetségek mentén próbálunk válogatni, hanem ilyen kis baráti, illetve osztálytársi magokat és közösségeket próbálunk egyben tartani, és úgy felépíteni mondjuk egy 12-16 fős nagy formációt, hogy abban legalább 3-4-5 fős baráti magok legyenek, mert az egy húzóerő a gyerek számára, illetve nem egy új kihívás lelkileg, hogy egy ismeretlen csapatba lesz elhelyezve, hanem már ismerik egymást, és vannak barátok. És ez tud nagyon motiváló lenni, és ezt tudja lelkileg úgy összekovácsolni a csapatot, hogy azt gondolom, hogy ez egy összetartó erő utána még akár 10 éven keresztül. Amikor valaki megnyer egy VB-t, akkor ugye hát világbajnok lesz egyértelmű. Utána mi történik? Mert hát azért azt nem mondhatja örökösen, hogy mindig mi vagyunk a világbajnokok. Meddig érvényes ez a cím? Most pont junior kategóriában egy magyar páros, Canik László és Dobai Dóra, ők a világbajnokok, és azt gondolom, hogy ha valaki megnyer egy világbajnokságot, akkor az igazi munka utána kezdődik, hiszen címvédők szeretnének lenni, és pont ennek a párosnak a klubja, illetve a Magyar Táncsport Szakszövetség rendezi majd Dabason a világbajnokságot, a budapesti világbajnokságot, amiről beszéltem, és pont ők ott szeretnének címet védeni, ez a budapesti páros, és azt gondolom, hogy azért ez egy nagyon nagy feladat számukra, illetve egy újabb motiváció, mert tehát egy címet megvédeni mindig sokkal-sokkal nehezebb. Megszerezni is őrült nehéz, csak utána nyilván a realitás talaján tartani a gyereket, illetve mindenki szeretne világbajnok lenni, tehát nyilván azok, akik nekik konkurens párosok ugyanúgy küzdenek, és szeretnék ezt a címet elhódítani, úgyhogy ez mindig egy nagyon nehéz feladat. De azt gondolom, hogy egy nagyon jó párosról beszélünk, úgyhogy szerintem minden magyar azt kívánja, hogy nekik hazai pályán ez sikerüljön. Szét lehet a sikert választani úgy, hogy van egy világbajnok páros, van egy másik, az a dolog egyik része, a másik pedig az, hogy vannak fellépések, ahol kimegy az egész csapat óriási tömeg előtt egy fesztiválon, és vastapsot aratnak. Melyik fontosabb számotokra? Ezt is szét lehet szedni? Szét lehet szedni, egyébként mind a kettő nagyon fontos számunkra, mert a nyári fellépéseken egy egészen más motiváció van. Például az, hogy azok a gyerekek, akik kevésbé tudnak felszabadultan viselkedni a színpadon, és mondjuk nagyon kell nekik koncentrálni,
koncentrálniuk, mert mondjuk esetleg nehezebben jegyzik meg a koreográfiát, vagy izgulósabbak, azoknak ez egy nagyon jó gyakorlási lehetőség, mert ilyenkor azt tűzzük ki célul a gyerekeknek, nem azt, mint egy verseny, hogy táncoljál maximális erőbedobással, hanem hogy próbáld magad elengedni, és hogy próbáld az előadásmódot gyakorolni, és itt most nem kell izgulni, az se baj, hogyha ne adj Isten valamit egy picit elrontasz, vagy ha nem vagy olyan dinamikus, nem vagy olyan feszes, de az, hogy mosolyog, hogy élj a színpadon, és hogy ezt tanuld meg. És ezért a fellépések ugyanolyan fontosak, és ez nyáron egy nagyon jó gyakorlási lehetőség, mind a mellett, hogy ugye elkészülnek az edzőtáborainkban az új koreográfiák, például az ilyen külföldi megmérettetésekre, és azokat azért be tudjuk gyakorolni. Most beszéljünk egy picit még arról, hogy szülői támogatás nélkül gondolom mindez nem megy. A szülők segítsége nélkül abszolút nem megy, tehát hogy azért ők azok, akik mellettünk állnak, azt gondolom akkor is, amikor a gyereknek esetleg nincs kedve, amikor a gyerek beteg, amikor nem akar jönni edzésre, amikor esetleg alacsonyabb a motivációs szint, tehát az ő segítségük mindenképpen kell lelkileg is, meg hát nyilván azért anyagilag is rá vagyunk utalva a segítségükre. Meg hát nyilván feláldozzák a szabadidejüket, a családi programokat, tehát itt évközben folyamatos szombati edzések vannak, tehát a szombat az nálunk egy rendes edzésnap, tehát a versenyzőknél van, hogy nincs szombat, majdnem minden hétvégén verseny van 4-5 hétig zsinórban, aki több kategóriában táncol, tehát nagyon sok mindent fel kell nekik áldozni, van, hogy külföldi versenyek vannak, akkor vasárnap sincs, úgyhogy hát nem sok család életük van ilyenkor versenyidőszakban, mondjuk februártól májusig. Még egy igen fontos dolog van, hogy nézve a különböző táncosokat, ki lehet jelenteni, hogy sok a tehetség, és tulajdonképpen majdnem azt is mondhatnánk, hogy a pillanatnyi forma, a szerencse dönti el, hogy ki lesz a dobogó legfelső fokán, mert most például a te bajnok párosod elmegy egy nemzetközi versenyre, kifoghat egy rosszabb napot, de kifoghat a többi is. Tehát igazából én azt gondolom, hogy most már azért a versenyeken azt tapasztalható, hogy nagyon-nagyon egy komoly színvonalon vannak a csapatok. Igen, ugye az országos bajnok párosunk, akiről beszéltünk, ők egy C-kategóriás páros, Ender Tamás és Csomai Bettina, ugye ők lettek most a gyöngyösi országos verseny első helyezettjei. Igen, azt gondolom, hogy ez formától is függ, főleg ott, ahol akrobatikus elemek vannak, és azért C-kategóriás kategóriában ott már elég komoly akrobatikák vannak, ott azért függ a pillanatnyi formától, mert bármikor ronthat bárki akrobatikát, és ezért nem lehet 100%-ig megjósolni, hogy ki hányadik helyezést fog elérni a versenyen, és hát ez nyilván koncentrációtól is, edzettségi szinttől és pillanatnyi formától is nagyon függ. Velük is megtörtént már, hogy rontottak, elmentünk egy nemzetközi versenyre, és elrontották, negyedikek lettek, bárkivel előfordulhat, ez ilyen ez a sport, ettől szép, hogy mindig küzdeni kell, és nincs egy előre kialakult sorrend. Befejezésül azért arról is szóljunk egy szót, hogy hogy látod az esélyeket, mert hát én gondolom a szíved szerint most azt mondanád, hogy igen, nyerünk, de hát azért persze az ellenfelek is ott vannak. Hát ez sajnos nem így működik. Azért egy világkupán azt tudni kell, hogy például a párosoknál elég népes mezőny van, tehát például amikor Krakóba voltunk, akkor 80 induló volt egy kategóriában, tehát azt gondolom, hogy reális célokat kell kitűzni a gyerekek elé, tehát mindig törekedünk arra, hogy minden előrébb végezzünk, tehát nyilván győzzük le először a mezőny felét, aztán még egy kicsit többet, hogy lassan lépkedjünk előre. Nyilván esélyeket latolgatni majd akkor tudunk, hogyha például megtörtént a nyári edzőtáborunk, és látjuk azt, hogy mennyire tudtunk felkészülni, mennyire tudtunk megújulni akrobatikákban, mennyire tudtunk fejlődni, úgyhogy például a budapesti világbajnokság kapcsán esélyeket latolgatni még felesleges, mert a munka még csak most kezdődik. De azért mindenki győzni szeretne? Mindenki győzni szeretne, persze, azt gondolom, de azért reális célokat kell kitűzni a gyerekek elé, és azért ők új kategóriában most kezdik, például a párosok a nemzetközi versenyzést, úgyhogy egyből senki nem lesz első. De ha mégis úgy lenne, nem lenne baj. Akkor nagyon boldogok lennénk természetesen, de a többiek, tehát a nálunk tapasztaltabb magyarok sikereinek is nagyon fogunk tudni örülni.
Hölgyeim és uraim, kedves Regina TV nézők, önök a kulturális magazinunkat láthatták az elmúlt percekben. Kérem, tartsanak velünk a további percekben is. Én munkatársaim nevében elbúcsúzom, mindenkinek kellemes tévézést kívánok. Viszont hallásra, viszont látásra.